Mai vendégünk Orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi vezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit, különösképpen a tévénézőket. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy ezen az alkalmon itt részt vehetek. Miért fontos a véradók megbecsülése, mit üzen számunkra az, hogy a véradókra oda kell figyelnünk? Tulajdonképpen a biztonságos vérellátáshoz napi 1600-1800 véradót kell toboroznunk. Egy véradással 450 ml vért jelent ez. Tulajdonképpen három ember életét is megmentheti a véradó, és hát ilyenkor ugye ezekből különböző készítmények készülnek, vérlemezke készítmény, vörös vérsejt készítmény és plazma készítmény készül. Tehát ezért mondjuk azt, hogy három ember életét is megmentheti a véradó. Tehát tulajdonképpen a véradással, tehát az önkéntes véradással, ugye ehhez járulnak hozzá a véradók, és mint tudjuk, semmi mással nem pótolható, csak emberi vérrel tehát ezek a dolgok. Tehát ezért fontos az, hogy megbecsüljük a véradókat, és mindenféle támogatást próbáljunk számukra adni. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük a véradóknak ezt az önzetlenséget, amivel tulajdonképpen ehhez hozzájárulnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogyan változott a véradók száma? Mennyiben változott? Én úgy gondolom, hogy ezt az évet viszonylag jól zártuk. Ugye mindig van egy bizonyos tervszám, amit próbálunk teljesíteni, és ugye próbáljuk ehhez toborozni a véradókat. Többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy közelítettük a 100%-os teljesítményt, és bízom benne, hogy a jövőben ez még inkább fog pozitív irányban változni. Ha már a toborzást említette, hogyan történik a véradóknak a toborzása? Ez különböző módszerekkel, tehát általában telefonos hívásokkal is próbálkozunk már. Van egy call center nevezetű egység, aki ugye ezzel foglalkozik, hogy a véradókat fölhívja, tehát véradás előtt, és akkor az eseményeinkre hívja őket. Ezen kívül ugye mi magunk is próbálkozunk a különböző internetes felületeken, Facebookon, mert ugye nyilván az még a legnépszerűbb az emberek között, és ugye ezeken a felületeken is próbáljuk ugye osztani ezeket az eseményeket, valamint még próbálkozunk hagyományos úton ugye azzal, hogy plakátokat helyezünk ki a város különböző pontjaira, frekventált területeire. Igen. Korosztály tekintetében mi mondható el, ki a célkorosztály, aki általában vagy szinte mindig megjelenik egy-egy véradás alkalmával? Még most is az a legjellemzőbb egyébként, hogy ez az idősebb, tehát az 50 felettiek vannak többségben, tehát a túlnyomó arányban, tehát ők képviselik a törzsét a véradószámnak. Én azt látom, hogy egyre több fiatal is kezd ebbe bevonódni. Mi motiválhatja a fiatalokat ebben? Hát próbáljuk őket megszólítani. Tehát már azt lehet mondani, hogy az iskolákba, tehát gimnáziumokba, szakközépiskolákba, technikumokba, ha van rá lehetőségünk, akkor bemegyünk, és próbáljuk ezt tehát elmondani, hogy miről is szól maga a véradás. És ezt mindig, minden egyes alkalmon, akár egy gyermektáborunkban is, tehát mindig szóba kerül. Tehát ezt mindig igyekszünk az ifjúságban ugye egy kicsit a magukat elültetni, hogy a szívükbe helyezni, hogy miért fontos ez. Ki adhat egyébként vért? Hát minden egyes ember, aki egészségesnek érzi magát, és 18. életévét elérte, valamint ugye a 65. életévét még nem töltötte be, azok ugye véradók lehetnek. Most az első véradásnál van egy kritérium, hogy ugye ott a 60. életév fölött már nem szoktak első véradót befogadni, tehát 60 év a meghúzott kor határ az első véradásra. Bármiféle orvosi papírok, vizsgálatok szükségesek-e ahhoz, hogy valaki mehessen vért adni?
Ahhoz, hogy eljöjjön, ahhoz nem szükséges. Tehát ezzel mondtam, hogy aki egészségesnek érzi magát, mindenki jöhet, bátran jöjjön. Én mindenkinek ezt üzenem, hogy bátran jöjjön el, hiszen tehát ott a véradó helyszínen ugye megvan erre a megfelelő egészségügyi gárda, akik ugye ezt majd kiszűrik, hogy akkor esetlegesen tényleg adhat-e vagy sem. Megelőzi, már maga, tehát a jelentkezés során van egy kérdőív, amit ki kell tölteni. És ugye ez már egy szűrő alkalom tulajdonképpen, ugye egy különböző betegségekre, különböző dolgokra rákérdeznek, amit ugye igen, nem válaszol, ugye kell tölteni, és utána van egy picike kis újbegyszúrásból már a hemoglobin szintet ugye meg tudják állapítani, hogy milyen szinten van ő akkor azon a napon, és a végén pedig van egy orvosi vizsgálat, amikor ez az orvos ugye megnézi ezt a kérdőívet, áttekinti, és ugye a hemoglobin szintnek ugye a tudtában, valamint ugye még vérnyomást mér, kikérdezi még a jelentkezőt, és akkor ennek tudatában tehát dönti el azt, hogy akkor most ő alkalmas-e arra, hogy vért adhasson-e, vagy sem. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is.